Jó napot kívánok! Blázsek Erika vagyok, az Iván Szárics Műszaki Iskola magyar tanára. A mai órán Jakov Ignyátovics Örök Vőlegénye című művével fogunk foglalkozni. A szerb realizmus a 19. század felében bontakozott ki párhuzamosan a romantika kiteljesedésével, majd hanyatlásával. A realizmusban a próza dominál, Általában a regényforma jellemzi ezt a, a realista írást, azonban a szerb irodalomban az elbeszélő forma jellemezte a realizmust. A szerb irodalomban két szinten és két fázisban ment végbe a realista írásmód kibontakoztatása. Az első a magyarországi szerbek körében, ahol magyar irodalmi hatások érték az írókat, még a szerbiai területen Svetozár Márkovics volt az, aki az orosz hatásra írja meg realista műveit. Jakov Ignátovics 1822-ben Szentendrén született. Korán árvaságra jut, és nagybácsia Szimó Ignyatovics szigorú nevelését megelégelve, megszökött és a Huszárokhoz csatlakozott. Miközben a Huszároknál szolgált, elvégezte a jogi egyetemet, majd jogászként ö, praktizált. 1848-ban, amikor kitört a forradalom, akkor, mint igazi szerb hazafi, csatlakozik a szerb seregekhez. Amikor azonban rádöbben, hogy a szerbek nem a magyarok oldalán, akarnak csatába szállni, akkor ellenérzésének hangot is adott, és nem volt hajlandó a magyarok ellen csatázni, így aztán élete végéig mind a szerb hatóságok, mind a magyar hatóságok gyanúsnak találták. Mindkettő azt gondolta, hogy a másik beépített embere. Élete folyamán nem csak Szentendrén, hanem Pesten és Újvidéken is élt, Lapszerkesztéssel is foglalkozott, országgyűlési képviselő is volt, megnősült, majd elvált, és végül 1889-ben meghalt Újvidéken. Jakov Ignyátovics a Modern Szerb Regény megalakítója, és nem csak, hogy a Modern Szerb Regény létrehozója, megalkotója, hanem már a modern szerb nyelv használója is. Azelőtt a műveket a szlaveno-szerb nyelven írták, ami egy régi, középkori szerb nyelvezet volt, ami elvált már a mindennapi beszédtől. Külön irodalmi nyelv volt és külön beszélt nyelv, és ennek érdekében, hogy ezt egyesüljön, Vukárics véghez viszi a nyelvújítási mozgalmat, és egységesíti az irodalmi és a beszéd nyelvet, a beszéd nyelvhez hasonlították az irodalmi nyelvet is. Tehát ezt a megújított nyelvet használja Jakov Yyatovics a műveiben. És nem csak, hogy a nyelvezetében volt modern, hanem a témaválasztásában is. Ugyanis az írók leginkább arról szeretnek írni, amit legjobban ismernek. Jakov Ignátovics Szentendrei születésű révén a kispolgári szerb ö, emberek életét ismerte leginkább, és ezért a magyarországi szerb irodalom, a polgári életet választja témájául, még a szerbiai szerb írók közöttük Svetozár Márkovics is az orosz minta alapján a falusi életet idealizálják, és ezt mutatják be követendő példának, erről írnak. Ugyanis a török dúlás hatására sokkal kevesebben éltek a városokban, és nagyon sok szerb író falusi származású volt, ezt a fajta életet ismerte, ezért erről írtak. Így tudtak hiteles műveket írni. És hogy hogyan kerültek magyarok, Magyarországra szerbek? Hát 1690-ben a török dúlás elől melekülve Arsenije Csárnajevic vezetésével a szerb politikai és vallási élet meghatározó alakjai menekültek előre a török gyilkolások elől, és egészen Szentendreiig jutottak el. A terv az volt, hogy egy idő után majd visszaköltöznek, Azonban a történelem közbeszólt, és végleges letelepedésről beszélhettünk ezek után. Amikor megérkeztek 1690-ben, a kulturális élet is azonnal megindult. Megkezdődtek a vallásos írások másolása, és aztán a történelem folyamán enciklopédia szerkesztéssel is foglalkoztak, majd pedig a különböző versek, regények is megjelentek, de Jakov Ignátovicsik még azon a régi középkori szerb nyelvezeten. Tehát a szerbség számára Szentendre a gazdasági, és a kulturális központ volt az anyaországon kívüli szerbséget tekintve. Ignyátov is lett a magyarországi szerpolgárság életének megörökítője. Legjelentősebb művei közül hármat lehet kiemelni, az első Milan Narancsics, majd Respekt Vásza, és végül a Vecsiti Mladozsanya a kibontakozó kapitalista társadalmat idegenül szemlélte Jakov Ignyátovics, hiszen Szentendre elveszítette gazdaság és kulturális központi szerepét, ezek a szerepek áttevődtek Pestre, Budára és Bécsre. Megsemmisülve látta azt a, az életformát, amit ő jónak tartott, és megpróbálta megérteni, hogy a szerpolgárság aranykora hogyan veszett el. Ezeket próbálja megírni a műveiben. A Milan Narancsics című műve egy önmagáról írt életrajz, ami két részből áll. Aki eredetiben olvassa a művet, az rögtön felfigyelhet arra, hogy ezt egy magyarországi szerb írta, hiszen a szöveg tele van hungarizmusokkal, germanizmusokkal és tájszólási elemekkel. Itt a az életét írja le a gyermekkorától a révbe érésig, a második részt pedig azért lett szükség a második részre, mert aztán az első kötet megjelenése után megnősült, és ugye hát változás történt az életbe, és ezt is meg akarta örökíteni. A következő műve a Vásza Respekt, amit magyarul respektus vászának lehet fordítani. A regény Szentendre regényeként van számot tartva, holott ez nem egészen igaz. Az igaz, hogy Szentendrén játszódik a cselekmény, ott kezdődik, Szentendre utcáin, majd pedig a szerbek által megszervezett búcsút mutatja be, és végül egy családi asztalnál fejeződik be, ahol Respektus Vásca unokája elmeséli Respektus Vásza életét. Kiderül, hogy szegény, nagyon szerencsétlen, pehes ember volt, egy rendkívül szigorú apa neveli, megszökik, a huszárokhoz csatlakozik, és hiába ő a legjobb huszár, mindig valamilyen kegyetlen parancsnokot kap, és az asszonyokkal, nőkkel sincs szerencséje, kétszer is fegyházba kerül ezek követke, a nők következtében, és végül 1848-as forradalom idején, ő a szerb idealista, aki nagy Szerbiáról álmodozik, a huszárok révén besorozzák a katonaságba, és a saját szerbiai ellen kell harcolnia. Tehát ilyen kegyetlen gúnytűz vele az élet. A harmadik regénye, a Vecsiti Mladozsanya, amit magyarul örök vőlegénynek hívunk, így van lefordítva, mert ezt jelenti, 1878-ban jelent meg. A regény szembeállítja a régi Szentendre dicsőségét az új Szentendre hanyatlásával. A mű családregény, és azon belül is a nemzedik regény típusába sorolható. Ez a mű először is az édesapa életét mutatja be, a második rész pedig, a fiú életéről beszél. Ebben a műben Jakov Ignyátovics mindig az édesapákat emeli ki, mint követendő példát, és a fiú generációja az, aki elkótya vetyéli mindazt, amit az édesapák megteremtettek. A történet tehát két külön regénynek is tekinthető, amelyet később összefűzött. Az első részben az édesapával, Szofronie Kiricsel ismerkedünk meg, aki a vagyon létrehozója. Fiatal korában barátaival bort szállítanak Lengyelországba, megállítják őket a határon, aztán olyan jóba lesznek a határőrrel, hogy az adózás nélkül tovább engedi őket, eladják Lengyelországban a bort, vásznat vesznek belőle, hazaérkeznek Szentendrére, ott eladják és busás jövedelemre tesznek szert. Tehát egy ilyen kalandos életbe tekinthetünk bele, és közben megismerkedünk az akkori Magyarország és Lengyelországi viszonyokról is. A második rész már tíz évvel később indít, amikor már Szofronie megöregszik, ő is, és a felesége is, és az egyik lányuk meghal, nem tudni milyen, kör, milyen okokból, a másik lány egy olyan férfihoz megy hozzá, akit az apa nem támogatott, nem szerette volna, hogy az legyen a, a lánya, a férje, így aztán a lány elidegenedik, eltávolodik a családjától. Szofronie az idősebb fiút nézi ki, utódjául, Pérét, aki nem igazán, akit nem igazán érdekel a kereskedelem és a családi vállalkozás tovább éltetése, ő tovább szeretett volna tanulni, ám az apa ezt nem engedélyezi, hiszen folytatni kell mindazt, amit ő elkezdett. Így aztán Pére egy rossz társaságba keveredik, és alkoholistává válik, teljesen elzüllik. Sámika a legfiatalabb fiú, a család reménysége, az édesapa jogást akar nevelni belőle, el is küldi az egyetemre, tanítatja, majd később úgy gondolja, hogy ideje lenne megnősülni. Ha az apa és a fiú párhuzamát vesszük figyelembe, akkor láthatjuk, hogy egy -e más szöges ellentétei. Még az apa a kereskedő erényeiről van híres, és úgy van bemutatva a műben: tisztes házigazda, derékférj, gondos édesapa, szívesen poharaznak vele, és a közéletben is ismert személyiség, addig Sámika egy egészen más embertípus. Az öreg nagyra vágyó terveit kellene, hogy megvalósítsa. Külföldre küldte az apja, hogy egy kicsit csiszolódjon, ám amikor visszatér, mindannak a karikatúrája, amit az édesapa látni szeretett volna. Egy, egy kényes Ficsúr érkezik haza, aki nagyon szépen gitározik, táncol, cseveg a hölgyekkel, érdeklődik a divat iránt, és nagyszerű stílusérzékkel rendelkezik, ám a család ügyei nem igazán érdeklik, nem akar semmivel sem foglalkozni, és nem is csinál semmit. Az apa vágya az, hogy a fiát megnősítse, és ez ellen tulajdonképpen Sámikának sincs különösebb kifogása, ám nem talál igazán magához való feleséget. Volt egy menyasszonya, aki korán meghalt. Azután egy, egy hölgy ismerőse, halálos beteg, és a halálos ágyán, mint utolsó kívánságát azt kéri, hogy, hogy ő szeretne férhez menni, és Sámika rááll erre, hogy elvegye a, a halálán lévő nőt, megsajnálja részvédből, Ám a szülők ezt ellenzik. Amikor meghal ez a barátnő, akkor egy szobrot emeltet neki az utcán, és innentől kezdve Sámika nők bálványa. Mindenki a jó lelkét dicséri és körül zsongják ám sehogyan sem sikerül egyetlen egy házassága sem, mindig valahogy máshoz mennek hozzá azok a fiatal hölgyek, akik esetleg szóba jöhettek volna, sokszor még ő talál nekik egy ö, jó férjet. Sámika lassan megöregszik, még mindig a nők körül legyeskedik, bár már ő sem tudja, hogy miért, hiszen a házasságnak már semmilyen esélye nincsen. Sámika Kirics így örök, vőlegénységre van kárhoztatva, és a szentendrei szerbek életfonala szakad meg jelképesen Sámika életével. Így ér véget ez a regény, és a mai óránk is. Köszönöm a figyelmet!